Börtönben az állatkínzók 4 hónap letöltendő fogházra ítélte szerdán a Nyíregyházi járásbíróság a halálra kínzott nagy cserkeszi kutya Fülöp gazdáit. Új képzések a Nyíregyházi Egyetemen, 19 alap és 16 mesterképzési szakot indít az intézmény. Tanév értékelő, akár 500-600 fős is lehet a gyermeklétszám növekedése a következő 5 évben a Mátészalkai tankerületben. Négy hónap letöltendő börtönbüntetés kaptak a nagycserkeszi állatkínzók. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A Nyíregyházi járásbíróság szerda délelőtt fogházbüntetést és egy év közügyektől való eltiltást is kiszabott a két vádlottnak. A nagycserkeszi lakosok kegyetlen körülmények között tartottak egy kutyát udvarukon, amelyet végül 2017. április 11-én mentett meg az Állatbarát Alapítvány. Az állat olyan súlyos, gyógyíthatatlan sérüléseket szenvedett, hogy a kezelések ellenére is 2017. június 7-én meghalt. A vádlottak jelenléte nélkül hozott ítéletet a Nyíregyházi járásbíróság szerda délelőtt a nagycserkeszi állatkínzás ügyében. Őket ugyanis legutóbb atrocitás érte a bíróság előtt, ezért megengedték nekik, hogy távol maradjanak a tárgyalásról. A vádirat szerint B. Attila és társa kegyetlen körülmények között tartott egy német juhász keverék kutyát udvarukon. A 2 éves állat nyakára körülbelül 1/2 éves korában kötöttek egy kék zsinort, amely átvágta a torkát és az ereket, gennyes, fekélyes gyulladást okozott, valamint ennek köszönhetően hatalmasra nőtt a feje. Ezeket az állításokat a kirendelt igazságügyi szakértő is megerősítette, de nem ez volt az egyetlen gond az állattartással, amely ahhoz vezetett, hogy a kutya 2017. június 7-én meghalt. Azt állapította meg a szakértő, lesoványodott, ápolatlan volt, nem kapta meg az élettani igényeinek megfelelő mennyiségi és minőségi takarmányt. Ezt az állapotot súlyosította, hogy rögzítve volt lánccal, így önállóan sem tudta ellátni magát, tehát nem tudott táplálkozni. Ennek az időpontját 1 év 2 hónapra tette a szakértő, tehát ő feltételezi azt, hogy 1 évig is éhezett a kutya, és testtömege több mint 20%-át elveszítette. A szakértő véleményében az is szerepelt, ha 2017. április 11-én nem mentik meg a kutyát, akkor 5-15 napon belül elpusztult volna. 2017. április 10-én egy ismeretlen személy felhívta a nagycserkeszi mezőőrt, hogy egy csúnya, megdagadt fejű kutyát látott az utcán sétálni. Ezt követően a mezőőr kiment a vádlotthoz, aki először tagadta, hogy neki egyáltalán kutyája van, de később ezt beismerte. Az Állatbarát Alapítvány egy nappal később mentette meg a kutyát egykori gazdájától. A vádlottak ügyvédje perbeszédében azzal is vélekezett, hogy a tulajdonosi jogok nem voltak tisztázva a családban. Azt a körülményt, hogy ennek a kutyának ki volt az állat tartója, tehát az alanyi oldal, álláspontom szerint sem a nyomozás során, sem pedig a bírósági eljárásban tisztázva nem lett. Az is megállapítható, hogy ebben a családban 3 felnőttkorú gyermek, 7 kiskorú gyermek, és az első és a második vádlott élnek egy háztartásban. Arra vonatkozóan, hogy közöttük milyen megállapodás volt, arra vonatkozóan, hogy az állatokat nevezetesen a kutyát ki fogja tartani, nem volt. A kutyát az Állatbarát Alapítvány, a Nyíregyházi Állatkórház és a Budapesti Állatorvostudományi Egyetem is kezelte, azonban nyelőcsöve olyan súlyosan és visszafordíthatatlanul sérült, hogy végül 2017. június 7-én az állat meghalt. Az ügyész úgy fogalmazott, elvetemült, hosszantartó módon kínozták a kutyát a vádlottak. A kutya tartásának körülményei sem felelnek meg az állatvédelmi törvényben előírtaknak. Gondolok itt a lánchosszára, az ellátottságára, az ételital biztosítására, a kutyaházra, a mozgásának a szabadságára és hasonlókra. Különösen akkor nem felel meg, amikor hangsúlyozom, nem kötelező állatot tartani, tehát a vádlottakat sem kötelezte erre senki. A kutya sérüléseit egy laikus is felismerte volna. Feje a normális 3-szorosára nőtt, szagát pedig messziről érezni lehetett, hangzott el a tárgyaláson. Ezek az emberek a lepcsét érdemben, nem szabadulták. Felvállok, azt mondom, hogy hát, volt, ami volt, tehát nagyon sajnálom. Nem bántva.
hazudoznak itt össze-vissza. Elmondják tisztelt bíróság azt, hogy ez a kutya 3 hete megfogott. Hál' Istennek kirendelte a bíróság az igazság visszatértét. Azt mondja, képtelen lett volna elszakítani, hát nem volt már nyakadt szerencsétlen állatnak 3 héttel ezelőtt. Ez a kutyán több mint 1 év is rajta lehet, mondja a szakértő. A bíró az ítélkezésnél enyhítő körülményként figyelembe vette, hogy a vádlottak kiskorúakat nevelnek és büntetlen előéletűek. Hirdetem a bíróság ítéletét, elsőrendű másodrendű vádlottak bűnösök, társtettesként elkövetett állatkínzás büntetében, BTK 244 szakasz első bekezdés apont, második bekezdés apont. Ezért a bíróság mindkét vádlottat 4-4 hónap fogházbüntetésre és 1 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítéli. A vádlottak a feltételes szabadságra a büntetés 2/3 részének legkevesebb 3 hónap kitöltését követően bocsáthatók. Az Állatbarát Alapítvány a megmentett kutya gyógykezelésére több mint 770 ezer forintot költött. Mivel a szervezet azonban nem sértett az ügyben, így ezt az összeget nem kell a vádlottaknak kifizetni, illetve a pontos összeg igazolása sem történt meg eddig. Ezeket polgári peres útra utasította a bíró. A vádlottak védő ügyvédje 3 nap gondolkodási időt kért a fellebbezés előtt. A bíróság előtt nagy tömeg várta az ítéletet, közöttük többen is arról beszéltek, túl enyhe büntetést kaptak a vádlottak. Az Állatbarátok sajtótájékoztató keretében felszólaltak a tárgyalás után. Ők úgymond megköszönték a bírónak, hogy letöltendő fogházbüntetés szabott ki, és örültek a tárgyalás eredményének. Enyhe ítéletnek véli a nagycserkeszi állatkínzók büntetését a Jobbik állatvédelmi szakpolitikusa. Egyed Zsolt a tárgyalás után nyíregyházi sajtótájékoztatóján kiemelte, a 4 hónapnyi ítélet nem elrettentő példa a többi állatkínzó számára. A Jobbik egy komplex állatvédelmi programon dolgozik annak érdekében, hogy az egyre súlyosabb esetek száma csökkenjen. Állatkínzásos esetek elkövetőinek ne lehessen kevesebbet adni 5 év letöltendő büntetésnél, és ennek 8 évben maximalizáltam a felső határát, mivel úgy gondolom, hogy napi szinten kerülnek ilyen ügyek nyilvánosságra, és egyedül a szigorú büntetések lennének visszatartó erők ebbe az ügyben, természetesen a megfelelő törvények mellett, amiért mi a Jobbik megteszünk mindent. Tizenkilenc alap és 16 mesterképzési szakot indít a Nyíregyházi Egyetem. Az oktatási intézmény a következő tanévben 30 szakirányú továbbképzést és 4 felsőoktatási szakképzést is kínál a hallgatók számára. Az egyetem illeszkedik a térség munkaerőpiaci igényeihez, és egyre nagyobb szerep jut a duális képzésnek is. Új beiskolázási stratégiával indítja a felvételi kampányát a Nyíregyházi Egyetem. A kampuszon 19 alap és 16 mesterképzésből választhatnak a továbbtanulás előtt állók. A képzési kínálatot pedig úgy alakították ki, hogy megfeleljenek a munkaerőpiaci elvárásoknak. Átdolgoztuk a mintatanterveinket, olyan új tantárgyakat, közös tantárgyakat raktunk be, amik mondjuk bármelyik területen tanul a hallgató, például digitális ismereteket tanul, környezeti ismereteket tanul, azért, hogy minél felkészültebben kerüljön ki, illetve reagálunk azokra, megpróbálunk reagálni azokra a térség igényekre, amik jelentkeznek. Például ugye tavaly beindítottuk az óvodapedagógia szakot, hiszen ott is jelentkezett a hiány, és próbálunk olyan szakokat akkreditáltatni, aminél már jelentkezik ez a munkaerőhiány. Folyamatban van a szociálpedagógia mesterszak, valamint a közgazdász tanár 2 szakirányának akkreditálása is. Az egyetemen úgy látják, hogy a 2018. februárjában induló légiközlekedési hajózó szakmérnökképzésre is van kereslet. Ez nappali képzés keretében fog történni. 3 fél éves képzés lesz, önköltséges formában indul, mint az alapszakunk. Amit viszont itt tudni kell, azoknak a informatikai, illetve műszaki képzési területen korábban végzett mérnököknek a jelentkezését várjuk, akik szeretnének repülőgép vezetést is megtanulni.
A duális képzésre is nagyobb figyelmet fordítanak a következő tanévtől. Jövő szeptembertől 4 képzési területen, 6 szakon van lehetőség a duális képzésre, olyan területeken, mint az informatika, az agrár, a műszaki és a gazdaságtudományi terület. Ez sokkal többet ad, mint egy alapképzési szak. Ennek a többletét az adja, hogy ebben az esetben a hallgatók minősített partnerszervezeteknél töltik el a szakmai gyakorlatukat, és nem leredukálva a 7. fél évre, hanem párhuzamosan az elméleti képzéssel. Ez azt jelenti, hogy a hallgató nem csak hard, hanem soft skill-ek megszerzését is meg tudja tenni a 7 fél év során, kilépve az egyetem falai közül, több éves szakmai tapasztalattal fog rendelkezni. A felvételi tájékoztató december 22-én jelenik meg. Az egyetemen azt mondják, érdemes megvárni a január 31-ig kiegészítést, mert abban már a most akkreditálás alatt lévő szakok is benne lesznek. A felsőoktatásban jelentkezési határidő február 15, az intézmény nyílt napon is bemutatja magát az érdeklődőknek, azt december 6-án rendezik a Kodály teremben. Tanévértékelő tájékoztatót szervezett a Máté-Szalkai Tankerületi Központ. A rendezvényen Pesti Béla László igazgató a 2600 fős gyermeklétszám csökkenéséről is beszélt. Hozzátette, a születési adatok alapján azonban 500-600 fős is lehet a növekedés a következő 5 éven belül. A Máté-Szalkai Tankerületi Központ 2016. november 30-án alakult. Feladata volt, hogy a csengeri, fehérgyarmati, máté-szalkai és a nyírbátori járás köznevelési intézményeinek állami fenntartási feladatait ellássa. Összesen 54 külön UM azonosítóval rendelkező intézmény tartozik a központhoz, és 96 feladatellátási helye van. 2013-tól nagy mértékben csökkent a diák létszámuk. A gyereklétszám a 2013-hoz évhez képest 2600 fővel csökkent. Ez sajnos az intézményeink ellátandó feladataiban is jelentkezik, mert több településen a törvénynek megfelelően osztályokat kellett összevonni. Ezeket a feladatokat végrehajtottuk, ami a magas csökkenést jelenti, ebbe közrejátszik az, hogy 3 intézmény került át az egyházi fenntartásba. Ez körülbelül 1500 fős létszámot jelent. A születési adatok alapján kismértékű növekedést tapasztalnak a születések számában. Ennek köszönhetően 5 éven belül 5-600 fővel több tanulója lehet a Máté-Szalkai Tankerületi Központnak. Ennek létrejötte az iskoláknak is kedvező volt. Az önkormányzati fenntartás idején néhányszor döcögtek a költségvetési és egyéb feladatok végrehajtásához szükséges források, azonban a tankerület beléptével egy teljesen szabályos, szabályszerű rend alakult ki. Igaz, hogy sok a bürokrácia, de hát a pénzügyi szabályok, hogyha rendesen, normálisan be vannak tartva, akkor sem ellátási problémája nincs az iskolának, sem bármilyen olyan, ami az oktatásneveléshez szükséges eszköz. Ezt mind meg tudtuk vásárolni, és folyamatosan meg is tudjuk vásárolni. A gyerekek annyit tapasztalnak a változásból, hogy az oktatónevelési tevékenységek gördülékenyebbek, valamint az iskola tisztasága és környezete is javult, hangzott el a sajtótájékoztatón. Első önálló kiállítása nyílt Kalocsai László újfehértói festőművésznek hétfő délután a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Portré és természeti művei korábban már több tárlaton is szerepeltek az országban. Különleges módon tanult a művészetről, illetve a festészet technikájáról. Mentora Nagy József festőművész 4 éven át online oktatta Kalocsai Lászlót. Az újfehértói Kalocsai László festőművész 4 éve foglalkozik a festészet művészetével. Kezdetekben mesefigurák másolásával, rajzolásával kezdődött pályafutása. 2014-ben találkozott Nagy József festő műveivel. Mester és tanítványa közös munkája, tanítása a nagy távolság miatt az internet világának köszönhetően online kezdődött. A Bükkösdön élő művész 40 éve foglalkozik a festészettel, nagy megtiszteltetés volt számára, hogy ilyen nagy távolságból felkérték tanítónak. Azt a technikát találtam ki, hogy telefonon, internet adta csetelési lehetőségen, illetve ottani kamerázási eszköz igénybevételével. No, ezeknek az eszközöknek az igénybevételével indult el gyakorlatilag az én oktatásom, az információ átadás, miközben a László barátom otthon rajzolt, láthattam a cseten keresztül a kamerázással, hogy hol tart, mit csinál, és a telefon másik végén ott, vagy éppen az internet másik oldalán ott voltam én, aki
úgymond dirigáltam, vagy korrigáltam, vagy javaslatot tettem az eszközöknek a ilyen vagy olyan formában való használatára vonatkozóan. 4 év kitartó gyakorlás és munkaeredményének köszönhetően megnyílt az újfehértói művész első önálló tárlata hétfő délután a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Elkezdtük egy egyszerű gömbbel a rajzolást, elmondta, hogy hogyan rajzoljam le a gömböt. Lefényképeztem, elküldtem neki, telefonon elmondta, hogy mit javítsak, árnyékolás. Végül is a rajz mellett elkezdett tanítani is, és akkor ez a tanítás megmaradt kettőnk között, ilyen távoktatás szinten. 2014 nyarán sikerült elmennem hozzájuk először. Az első képen, itt oldalt látható egy rózsa, amit közösen alkottunk. Akkor volt először úgymond festőpaletta a kezembe, olajfesték illatát akkor kezdtem megérezni, illetve kedvet kapni a egész művészethez úgymond. Nagy József festőművész egy bizonyítvánnyal és egy jelképes aranyecsettel köszönte meg tanítványának az elmúlt 4 év kitartó munkáját és tiszteletét a festészet művészete iránt. A tárlat december 31-éig látható a megyei könyvtárban. Mikulás Express, cukorágyú, tombola és még számos más program várja a Mikulás futás résztvevőit december 2-án a Nyíregyházi Városi Stadionban. Persze a futás sem marad el. A 400 méteres egyéni távok mellett családi futás is lesz, amelynek célja, hogy a szülők és gyermekeik kéz a kézben teljesítsék a távot. Több mint 1/4 évszázados múltra tekint vissza a Mikulás futás Nyíregyházán. Tavaly közel 2000-en futottak, az idei december 2-ai futásra is legalább ennyi résztvevőre számítanak a szervezők. Az óvodásoknak és általános iskolásoknak rendezett egyéni 400 méteres távon kívül családi futás is szerepel a programban, ennek célja, hogy a szülők gyermekeikkel együtt kézen fogva teljesítsék a távot. 10 órakor kezdődik a rendezvény egy polgármesteri köszöntővel, azt követően pedig lesz az ovisoknak egy táv 400 méteren, lesz az 800 méter az általános iskolásoknak, lesz 400 méter a családi futás, ahol egy felnőtt és egy gyerek fog részt venni a futásba, és természetesen hirdettünk egy Mikulás szépségversenyt is. A Mikulás szépségversenyre várjuk minden olyan városlakót, vagy éppen városon kívüli lakókat, akik kitűnő Mikulás felszerelésekbe fognak érkezni, hiszen minden egyes versenyszámba az első 3 helyezettet díjazzuk, tehát a dobogóra fognak állni aranyezüst, bronzéremért, ugyanígy van ez a Mikulás szépségversenynél is. A szervezők minden évben színes programokkal is készülnek. Már 3. éve ellátogat a rendezvényre a Mikulás Express is, amivel gyerekek és felnőttek egyaránt utazhatnak. De nem maradhat el a cukorágyú sem, amiből az idén 4-szer varázsolnak majd cukoresőt a gyerekeknek. De a támogatók is számos meglepetéssel készülnek. Már évek óta mellé álltunk a Nyíregyházi Mikulás futásnak, mint névadó szponzor. Most is a helyszínen leszünk sátorral kitelepülve, a kollégáim apró ajándékokkal várják a gyerekeket, lehet kérdezgetni. A OTP pénzügyi pontnak a képviselői lesznek a helyszínen, akik fiatal kollégák, értenek a gyerekek nyelvén, segítenek bármilyen kérdésbe. Ők azok, akik járják Nyíregyháza általános iskoláit, és pénzügyekről tartanak edukációs előadásokat, melynek a lényege az, hogy már úgy kerüljenek a felnőtt világba be a gyerekek, hogy van fogalmuk a pénzzel való bánásról. A távot teljesítők egy tombolát kapnak. Ezzel sorsoláson a több mint 100 ajándék valamelyikét nyerhetik meg a Mikulás futás résztvevői. Most pedig iradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Börtönben az állatkínzók, a Nyíregyházi Járásbíróság szerdán 4-4 hónap fogházbüntetést és 1-1 év közügyektől való eltiltást szabott ki a két vádlottnak. A nagycserkeszi lakosok kegyetlen körülmények között tartottak egy kutyát udvarukon, amelyet végül 2017. április 11-én mentett meg az Állatbarát Alapítvány. Az állat olyan súlyos, gyógyíthatatlan sérüléseket szenvedett, hogy a kezelések ellenére június 7-én meghalt.
19 alap és 16 mesterképzési szakot indít a Nyíregyházi Egyetem. Az oktatási intézmény a következő tanévben 30 szakirányú továbbképzést és 4 felsőoktatási szakképzési szakot is elindít. Az egyetem képzési palettája illeszkedik a térség munkaerőpiaci igényeihez, és egyre nagyobb szerep jut a duális képzésnek is. Tanév értékelő tájékoztatót szervezett a Mátészalkai Tankerületi Központ. A rendezvényen Pesti Béla László igazgató a 2600 fős gyermeklétszám csökkenéséről is beszélt. Hozzátette, a születési adatok alapján azonban 500-600 fős is lehet a növekedés a következő 5 éven belül. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták november 29-én szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk esővel, hóval. Csütörtök estig a Kárpát-medence időjárását egy mediterrán ciklon határozza meg. Erősen felhős, illetve borult idő várható, sok helyütt csapadékkal. Az előttünk álló éjszaka erősen felhős vagy borult lesz az ég. Sokfelé várható havas eső, havazás. A keleti szél helyenként megélénkül. Reggelre általában 0 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben túlnyomóan borult lesz az ég, eső, havazás egyaránt várható, a nyugati szél helyenként megélénkül. Délutánra 2 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hideg és meleg fronti hatás egyszerre érvényesül térségünkben. Pénteken szárazabb levegő áramlik térségünk fölé, napközben mindenütt megszűnik a csapadék. A hétvégén újabb légörvény okoz változékony, sokfelé szeles időt, erős felhősödést. Szombaton délkelet felől egyre több helyen számítani lehet esőre, havas esőre, havazásra. Az ország északnyugati harmadán azonban kicsi a csapadék esélye. Vasárnap többfelé havazhat, keleten néhol havas eső is eshet. A jövő hét első napjaiban elszórtan valószínű vegyes halmazállapotú csapadék. Csipősebbek lesznek az éjszakák és gyengül a nappali felmelegedés. Helyenként a délutáni órákra sem emelkedik fagypont fölé a hőmérséklet.